Már több évtizede kerül megrendezésre a karácsonyi adventi vásár és kézműves programfolyam a Gyulai Magvető Református Általános Iskola és Óvodában, ahol számos szülő gyermekeikkel az egész családdal bekapcsolódnak. Előre készülnek kézműves tárgyakkal, amit a helyszínen értékesítenek, és a befolyt összeget az iskola támogatására fordítják. A jótékonysági akción felül a helyszínen mindenki készíthet saját díszeket, mézes kalácsokat, adventi koszorúkat. Fodor Judit pedagógus elmondta stábunknak, hogy miért is hasznos ez a rendezvény. A haszna tulajdonképpen lelki töltődés, mivel az szülők, pedagógusok, gyerekek együtt tevékenykednek, és azt gondolom, hogy ez az alkalom igencsak közösségépítő és összehozza őket. Az ünnepi hangulatot emelte, hogy az esemény áhítattal kezdődött, valamint a háttérben szóló karácsonyi dalok is. Több szülő is készült kézműves programmal, így széles választék állt rendelkezésre az érdeklődők előtt. Tavalyi évben egy pohár díszt készítettünk az asztalomnál, az idén azonban egy madzaggömb díszsel készültem. Igazándiból minden évben nagy lelkesedéssel készülünk otthon a gyerekekkel erre az eseményre is, az óvodai eseményre is és a karácsonyra is szeretünk alkotni. A kézműves karácsony sok családnál bevett szokás, de mint az kiderült, többen azért kiegészítik ezt a multicégeknél vásárolt termékekkel. Hogy az itt megjelent szülők mit gondolnak az ünnepről, az előkészületekről, ők maguk nyilatkoztak. Az én kislányom ebbe az iskolába jár, 8. évfolyamos, én 8 éve vagyok részese ennek az adventi vásárnak. Én nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon családias a hangulata. Azért fontos, mert olyan jó légkört teremt a karácsony előtti időszakban. Az advent szó maga is azt jelenti, hogy ő jön. Jézusra várakozunk ilyenkor, és mi ezt előkészítjük a hétköznapokban a hittanórákon. Hittanórák keretében már a történeteket, ami a Jézus születését előzi meg, történeteket tanítjuk a gyerekeknek, és ráhangolódunk keresztény szempontból az ünnepre. A karácsony a szeretetről szól, a családról, a közösséghez való tartozásról és mindenről, ami nekünk belülről fontos. De vajon a gyerekek mit szeretnek a vásári előkészületekben és a vásárban? Hogy együtt vagyunk a családdal, meg hogy kézműveskedünk. Apával és anyával közösen szoktunk kézműveskedni. És te miért szereted ezt a rendezvényt? Miért jó ez a kézműves vásár itt? Mi van benne, ami olyan különleges? Hát nekem az, hogy együtt lehetünk, hogy így egybe gyűlhetünk, és hogy készíthetünk dolgokat. Már egy hete otthon elkezdtük a készülődést, díszítünk, adventi koszorút készítünk, itt csomagolunk, és hát az egész családdal együtt itt vagyunk. Ezt az adventi megmozdulást egy jelképes csillagszórózás zárta le, és majdnem minden elkészült tárgyat sikerült értékesíteni. Az így befolyt támogatásokat és összeget felajánlották az iskolának.